Sziasztok, Tamara vagyok, ez pedig a Fajtól Falig könyves log csatornája. A mai videóban megmutatom nektek, hogy milyen kincseket szereztem be az utóbbi időkben antikváriumokból. Szerintem nagyon sokan szeretünk antikváriumokba járni, hiszen igazi kincsekre lehet ott bukkanni, és olyan könyveket is be tudunk szerezni, amik már rég nincsenek piaci forgalomban, hiszen régebbi művekről van szó, és nincsen új kiadásuk, könyvtárakban is esetleg már alig elérhetők ezek a könyvek, úgyhogy mindig jó kincsekre bukkanni az antikváriumokban. Én viszonylag gyakran szoktam ilyen helyekre járni egyébként, mert a környék, ahol lakom, ott három ilyen használt könyvvel is foglalkozó üzlet van, és mindig jobb bemenni és egy kicsit széjjel nézni, aztán persze nem biztos, hogy hazatérek valamivel, de nagyon sokszor akad a kezembe egy jó könyv. Egyébként a tapasztalatom az, hogyha konkrét könyvet keresek, akkor nagyon ritkán járok szerencsével, úgyhogy ezeket inkább online antikváriumos oldalakon, vagy a Facebook Marketplace-en, vagy a moly.hu oldalán szoktam megnézni. Az antikvárium az tényleg arra jó, hogy bemegy az ember, és egyszer csak kincsekre talál. Vannak olyan régi kiadói sorozatok, amiket nagyon-nagyon szeretek, és azt is nagyon szeretem, hogyha ezek egy helyen vannak az antikváriumokban, és az egyik ilyen az Európa kiadónak a régi zsebkönyvek sorozata, amiből három példányt is szereztem az utóbbi hónapokban, és az egyik ezek közül Román Garinak a Lady L című kisregénye, ami úgy tudom, hogy egyébként megjelent frissen, vagy kapható még most is, hiszen a Park kiadó elkezdte újra kiadni Román Garinak az életművét. Román Gari egy litván zsidó származású francia író, aki 14 évesen került az édesanyjával Nizzába, majd a II. Világháború után diplomata karrierbe kezdett, és egészen regényes élete volt. Nagyon-nagyon szerette a nőket, és a nők is szerették őt, és már élete során egy csomó legendát gyártott maga köré, hiszen a regényeiben erőszeretettel belefűzte a saját magánéletét, vagy élettörténetét, viszont a róla készült, vagy vele készült interjúkban erőteljesen elferdítette a valóságot. Én tavaly olvastam tőle először az Előttem az élet című könyvét, amit Emil Ajar írói álnév alatt írt, és nagyon-nagyon tetszett. Ez volt egyébként a 2021-es évem legjobb olvasmányélménye, úgyhogy mindenképpen szeretnék, vagy szerettem volna tőle olvasni, és nagyon örültem, amikor megláttam a Lady L kisregényét. A történet egy idős arisztokrata hölgyről szól, aki éppen a regény kezdetén ünnepli a 80. születésnapját. Ő egyébként egy francia származású arisztokrata hölgy, de Angliában él, és ezen az ünnepségen az angol arisztokrácia színe java ott van, még Erzsébet királynő is küld neki üdvözlőlapot. Aztán ezt a nagy ünnepséget hirtelen megzavarja egy kellemetlen esemény, ugyanis közlik a hölgyel, hogy a birtokán álló kerti házat el kell bontania, mert az állam kisajátította ezt a területet. Lady L ezen a lépésen rettenetesen felháborodik, és egy imádójának, egy bizonyos koszorús költőnek elkezdi elmesélni az élettörténetét, amiből természetesen ki fog derülni az is, hogy mi a felháborodásának az igazi oka. A főszöveg azt is írja, hogy az egész történet tulajdonképpen egy pofon az elszenteskedő uralkodó osztálynak, és Gary stílusa nagyon emlékeztet Voltaire csipkelődésére, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok erre a történetre. A következő könyv, amit megszereztem ebből a sorozatból, az egy Nobel-díjas német írónak a munkája, ő nem más, mint Henrik Böll, és a Katerina Blum elveszett tisztessége című kisregényét szereztem meg. Ez a kisregény 1974-ben jelent meg, és alapvetően a tömegmédia és azon belül is az újságok tömeghisztériát keltő és szenzációhajhász Mi voltáról szól, amelynek főhőse Katerina Blum, egy teljesen átlagos hétköznapi fiatalasszony, aki egy partin beleszeret és eltölt egy éjszakát egy férfival, akit valamilyen bűnügy miatt keres a rendőrség, viszont másnap reggel, amikor a rendőrség kopogtat Katerina Blum a lakásának ajtaján, akkor a férfinek már a hűlt helyét találja, viszont az asszonyt elkezdik faggatni, aztán rászáll a média is, és egy teljes lejárató kampány indul ellene. A történet alapszituációját egyébként maga a Böll is átélte, és a saját bőrén tapasztalta, amikor a Der Spiegelben írt egy éles kritikát a jobboldali populista bulvármagazinról, a Bild Zeitungról, és ezután ez az újság abszolút egy lejárató kampányt indított az író ellen. És az utolsó kötet, ami az Európa zsebkönyvek sorozatból került hozzám az utóbbi időben, egy argentin írónak a novellás kötete, és ő nem más, mint Julio Cortázar, és a Nagyítás című novellás kötetét mutatom. Ebben a gyűjteményben körülbelül
50 novella szerepel, és a címadó novella, a nagyítás egyébként Antonioninak a filmjéből lehet ismerős sokaknak. Én is láttam ezt a filmet, de Cortázartól még semmit nem olvastam, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok erre a novellás kötetre. Cortázar egyébként a dél-amerikai mágikus realista kortársaihoz hasonlóan előszeretettel keveri a történeteiben a fantasztikumot és a különböző bizarr elemeket a hétköznapi szituációkkal, és egyébként nagyon-nagyon kísérletező a stílusa, ami a nyelvet illeti, illetve nagyon szeret játszani a térrel és az idővel is. Az Európa kiadónak volt régen egy másik kiadói sorozata, a Modern Könyvtár, aminek a darabjait szintén nagyon szeretem, és ebből is sikerült egyet beszereznem, méghozzá Flannery O'Connortól, és Erőszakosak ragadják azt magukhoz című kisregényt. Flannery O'Connor az amerikai irodalomban a déli gótikus stílusnak vagy műfajnak a legnagyobb női képviselője, és szinte már klasszikussá vált a neve. Főleg novellákat és két rövid regényt írt, és nagyon fiatalon, nem volt még 40 éves, amikor meghalt. Én bevallom őszintén, sosem találkoztam az ő nevével, egészen addig, amíg Keresztes Balázs az Instán ki nem tett egy posztot. Balázs egyébként írt egy eszét is az 1749 oldalra O'Connor novelláiról és stílusáról, amit megtaláltok majd a leírásban, és ebben az eszéjében O'Connort az amerikai dél Frida Kahlójának is nevezte. Frida Kahlóhoz hasonlóan O'Connor is a teste börtönében élt, hiszen a 20-es éveiben megtámadta egy gyógyíthatatlan betegség, ami miatt csak mankóval tudott járni, emiatt vissza is költözött az anyja vidéki birtokára, és egy remeteszerű életet élt. Mindeközben pedig fanatikus módon írt az őt körülvevő világról, az amerikai délről, annak is a vallási és társadalmi hagyományaiban megrekedt fullasztó légköréről, és mivel idén belevágtam egy olyan olvasási kihívásban, amelyben olyan kortárs amerikai szerzőktől olvasok, akik már a 80-at is betöltötték, és az egyik Cormac McCarthy, aki szintén a déli gótikus stílusnak egy képviselője. Ezért mindenféleképpen szeretnék olvasni Flannery O'Connortól is, meg Faulknertől is, hogy az előző generáció írásait is megismerjem. A regény címe egyébként egy bibliai idézet Máté evangéliumából, és a főhőse is egy bolond bibliás öregember, aki a történet elején meghal, és a fogadott fiát bízza meg azzal, hogy temesse el a holttestét. A fiú azonban nagyon vieskodik ezzel a feladattal, hiszen egyáltalán nem akarja eltemetni ezt a holttestet, és múltbéli sérelmek mind feljönnek, és testesülnek ebben a feladatban, viszont másik oldalról meg pontosan tudja, hogy muszáj eltemetnie. A fülszöveg egyébként egyetlen mondatban tökéletesen visszaadja azt, hogy mire lehet számítani. Ez egy olyan történet, amely a megváltozott dél hazug, veszedelmes torzvilágát ábrázolja, regénye biblikus pátosszal megírt Lidérc nyomásos rémmese. Jöjjön egy kis magyar irodalom, megtaláltam az antikváriumokban Galgóczi Erzsébetnek a Törvényen kívül és belül című könyvét, amelyben két kis regény szerepel, az egyik a Szent Kristóf kápolnája, a másik pedig a Törvényen belül. Galgóczi Erzsébet 1930-ban született és 89-ben hunyt el, Győr-Moson-Sopron megyéből származott és szegény paraszti családból, elvégezte a színművészeti főiskolán a dramaturgia szakot, és amellett, hogy prózaíró, filmforgatókönyveket, tévéjátékoknak a forgatókönyvét, illetve riportokat és irodalmi szociográfiát is írt. Én tavaly olvastam tőle először a Közös bűnt, amely egy bűnügyi történet, és 56 novemberében játszódik, és ebben a kisregényben is erőteljesen előjött az a fő téma, ami Galgóczi Erzsébetet folyamatosan érdekelte, és folyamatosan írt róla, ez pedig nem más, mint a parasztságnak a megváltozott helyzete a II. Világháború után. Galgóczi Erzsébet egyébként elkötelezett híve volt a humánus modernizációnak, már ami a parasztgazdaságokat illeti, viszont folyamatosan szembesült azzal, hogy a politikai intézkedések teljesen máshogyan zajlanak, és az erőszakos TSZ-esítések, a beszolgáltatások, a kuláklistázás és minden olyan politikai intézkedés, amely a parasztságot érintette, annak nagyon-nagyon negatív társadalmi hatásai voltak. Ezeket a konfliktusokat rendkívüli erővel és egyfajta szociográfiai érzékenységgel ábrázolta a regényeiben, úgyhogy ezért is szeretnék még tőle többet olvasni. Az első kisregényben, a Szent Kristóf kápolnájában egy városi restaurátor Zsófia érkezik egy Győr melletti kis településre, hogy az ottani kápolnájában
volna oltárképét restaurálja, és miközben zajlik ez a munkálat, folyamatosan megismerjük a városi értelmiség kálváriáját, illetve egy 30 éve elrejtett műkincse is fényderül. A kötet másik kis regénye a Törvényen belül, amelyből Makkároly a 80-as években készített egy játékfilmet is, amelynek a különlegessége az volt, hogy ez volt a rendszerváltás előtt az első olyan film, amely azonos neműek közötti szerelmet ábrázolt, és ezt pozitív módon tette. Ugyanis ebben a kis regényben a leszbikusság tematizálódik, és köztudott, hogy Galgóczi Erzsébet is leszbikus volt, bár ezt nyíltan nem vállalhatta, de ez köztudott volt, hogy Gobbi Hildával volt tartós kapcsolatban. A történet két fiatal nő szerelméről szól, akik egy újság szerkesztőségében ismerkednek meg. Az egyikük újságíró, a másik azt hiszem csak ott dolgozik. Ez a másik nő, ez egy férjes asszony, ráadásul a férje a belső elhárításnál dolgozik, úgyhogy mindenféleképpen titkolniuk kell a szerelmüket, de a történetben nem csak ez a leszbikus szál a lényeg, hanem egy nagyon erős rendszerkritikát is megfogalmaz. Az utolsó könyvnek sajnos már nincs meg a védőborítója, úgyhogy nem lesz egy izgalmas látvány, de ez nem más, mint Müller Pétertől a Részeg józanok című könyv. Ez a történet egy álnéveken megírt, de valós szerelmi történet, amely Sós Imrének és feleségének, Perési Hedvignek a megismerkedéséről és végzetes tragikus kapcsolatáról szól, amelynek a vége az, hogy kettős öngyilkosságot követtek el. És Müller Péter ezt a történetet úgy írja meg, hogy pontosan ismerte a szereplőket, hiszen Sós Imrével együtt dolgoztak a Madách Színházban. Müller Péter akkor kezdő dramaturg volt, amikor Sós Imre volt ott a sztár, és jobbnál jobb szerepeket kapott. Sós Imre egyébként az 50-es évek elejének férfi színész legendája volt, aki nagyon-nagyon mélyről indult, egy szegény paraszti családból származott, ahol a szülei vagy a nagyszülei még teljesen analfabéták voltak, és ő is csak az elemi iskolát járta ki. De aztán, mivel a rendszer lehetővé tette, egy újsághirdetés alapján jelentkezett a színművészeti főiskolára, felismerték az ős tehetségét, vagy az ösztönös tehetségét, és fel is vették. Aztán nem ilyen hirtelen a csúcsra jutott, olyan hirtelen került is le onnan, és életének utolsó éveiben iszonyatosan önsorsrontó életmódot folytatott, voltak pszichés problémái is, pszichiátriára is került, és ott ismerkedett meg Perési Hedviggel, akit feleségül is vett, de aztán ez a kapcsolat nagyon hamar tragikus véget ért, és kettős öngyilkosságban fejeződött be. Müller Péter ebben a regényében sajátosan ötvözi az életrajzot és a fikciót, és mivel közelről ismerte a történet szereplőit, ez egyáltalán nem egy szenzációhajhász regény, hanem sokkal inkább azzal a meghasonlottsággal és tragédiával foglalkozik, ami Sós Imrének és feleségének a halálához vezetett. Ezek a könyvek voltak az utóbbi időszak antikváriumos beszerzései. Írjátok meg kommentben, hogy ti milyen kincsekre lehettetek a használt könyvek között. Köszönöm, hogy velem voltatok ma is, és megnéztétek ezt a videót, és találkozunk legközelebb egy következőben. Sziasztok! Thank you.